Ezeket az iskolatáskákat és füzeteket tavaly gyűjtötte össze az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A Ne dobd ki az iskolatáskát keretében. A kezdeményezést még 2018-ban indították, akkor csak néhány darab tanszert ajánlott fel a lakosság. Azóta olyan népszerű lett a kettős célú felhívás, hogy tavaly több mint 100 iskolatáska, közel 70 tolltartó és számos kisebb tanszer gyűlt össze. A Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata, valamint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kezdeményezésében zajlik az akció, és két nagyon fontos célt szolgál, méghozzá az egyik az hulladékgazdálkodási, méghozzá az újrahasználatnak a prioritása valósul meg, valamint adománygyűjtő akció is, és ebben valóban fontos dolog az, hogy minél többen csatlakozzanak, mert nagyon sok olyan rászoruló szülő van, aki nem tud biztos iskolakezdést biztosítani a gyermekei számára, és ezzel az akcióval viszont nagyon megkönnyítenénk ezt a lépést. Bár még csak most ért véget a tanév, már lehet gondolkodni a szeptemberi tanévkezdésen, és a leselejtezésre ítélt dolgokat nem érdemes kidobni. A felajánlásokat pedig nem csak Nyíregyházáról várják. Mivel hogy szolgáltatási területünk az egész megyére, vármegyére kiterjed, ezért várjuk is az egész vármegyéből az adományokat, de azért mindenkit megkérnék arra, hogy olyan iskolaszert, olyan tanszert hozzon be hozzánk, amit jó szívvel még tovább tudunk adni a gyermekeknek, de annak ellenére, hogyha esetleg bekerül olyan, ami nem szolgálna ezt a célt, mi természetesen úgy is szétválogatjuk a tanszereket, és csak is olyanokat adunk tovább, amit valóban továbbadható. Az adományokat július 8-a és augusztus 24-e között lehet leadni Nyíregyházán, a Korányi Frigyes utcai és a Kerék utcai hulladékudvarban. Az összegyűjtött tanszereket a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ fogja szétosztani a rászoruló családok között. Éves szinten mintegy 6000 fővel állnak kapcsolatban, így biztos, hogy minden felajánlásnak lesz helye.